Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon a heti szakaszból fogunk tanulni. A mai heti szakasszal kezdünk egy új könyvet. Mózes 5. könyvet, a Dvarim könyvet. Ugye általában a könyv, mind a Mózes 5 könyvének a héber neve, illetve minden heti szakasznak van héber neve, és általában az első szavakból jön ki, és itt például a mi esetünkben Eile Hadvarim, ezek azok a szavak, amelyeket Mózes beszélt, szavak Hadvarim, ez lett a heti szakasznak a neve. Akkor először nézzünk, miről szól a heti szakasz. Ugye az első mondat, ez úgy szól, ezek azok a szavak, amelyeket Mózes egész Izraelhez intézett a Jordánon túl, a sivatagban. Itt Mózes már készül a halálára, és ezt olvasunk a harmadik versben, és történt a 40. évben, a 11. hónapban, a hónap első napján. Ha Niszán hó az az első hónap, akkor a 11. hónap az Svát hó. Svát hó elsőn. Mikor halt meg Mózes? Ádár hó 7-en. Ádár az rögtön Svát után van. Ami azt jelenti, hogy Svát elsőn szól ez a rész, ez pont 37 nappal Mózes halála előtt. Vagyis az egész Dvarim könyvet, az egész szól egy 37 napos periódusról. Azt jelenti az utóbbi hónap, de nem pontosan egy hónap, kicsivel több mint egy hónap, akkor Mózes készül itt a halálára. Hogy készül a halálára? Próbálja, lehet úgy mondani, összefoglalni a múltat. Miért fontos összefoglalni, ami történt? Az összefoglalásnak a célja az azért, hogy tudjon hangsúlyokat tenni. Azt mondja, nézzünk át, hogy mit csináltunk, és tesz hangsúlyt. Azt jelenti, ezt is ezt csináltunk, de ez nem volt helyes, ezt is ezt csináltunk, de nem volt helyes, és így tovább. Lényegében akkor Mózes itt, amikor összefoglalja, ami történt az utóbbi 40 évben, annak az a célja, hogy nézzük meg, mit csináltunk jól, és mit csináltunk rosszul. Most, amit csináltunk jól, az magától értető, de hát inkább arról kell beszélni, mit csináltunk rosszul, és hogy kell azt javítani. Mert amit csináltunk jól, azt továbbra is lehet jól csinálni, és nem kell javítani. Van egy ilyen mondás, ne javítsunk az, ami jól működik, mert akkor csak el lehet rontani azt. De ami nem működik jól, ahol voltak hibák, ott pedig át kell beszélni a dolgokat, és mi az, amit nem csináltunk jól. És akkor Mózes azt csinálja, hogy nem nagyon-nagyon részletesen mondja el minden egyes hibát, hanem tesz utalások rá, hogy ezek a dolgok nem voltak helyesek, és akkor különböző dolgok itt fel vannak sorolva. Már a második versben úgy írja a Tóra, 11 napi járó ez a Horébtól, a Széér hegye felé vívő úton, Kadés Barneáig. 11 napos út volt bemenni Izraelbe. És helyette 40 évig
voltak a sivatagban, azért, mert elrontották, amikor a kémeket küldtek, és amikor a kémek visszajöttek, el is hitték nekik, hogy nem lesznek képesek bemenni Izraelbe. Mindenféle dolgokat sorol fel Mózes, hosszasan felsorolja azt a részt, hogy bírákat ki kellett jelölni a zsidóknak, mert egyedül nem tudta Mózes csinálni, és különböző törvényeket hoz fel. Például a 17-es vers, mert ne ismerjetek szemét az ítéletben, hallgassátok meg egyformán a kicsint és a nagyot, senkitől ne rettenjetek meg, mert az ítélet Istene, és az Istené. És ami dolog nehéz nektek, azt hozzátok elém, és én meghallgatom. Akkor nézzük meg lassan, mert itt több dolog van itt egy versben. Ne ismerjetek szemét az ítéletben, erre azt mondja Rashi, arról van szó, hogy nem az ítéletben, azt jelenti a perben. Nem szabad olyan bírót kijelölni, aki csak egy ismerős, de nem egy szakember. Azt jelenti, hogy nem úgy kell kijelölni bírót, hogy ismerem, és barátom, vagy a testvérnek a baráta, hanem azt kell kijelölni, aki szakember erre. Aztán a következő, hallgassátok meg egyformán a kicsint és a nagyot, azt jelenti, hogy amikor valaki bepereli a másikat, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi pénzért pereli be, a bíróságnak ugyanúgy kell tárgyalni, de olyan perről, ahol szó van 1000 forintról, vagy olyan perről, ahol szó van 10 millió forintról. Az teljesen mindegy, az embernek nem kötelező lemondania az 1000 forintról, és természetesen nem kell lemondani a 10 millióról, és ha beperli a másikat, akkor ezt tárgyalni kell. Illetve a kicsi és a nagy, tehát az ember, a szegény ember és a gazdag ember. De fordított logikában. Mondjuk, hogy a gazdag ember beperli a szegény embert, hogy tartozik neki pénze. Mondjuk, hogy tartozik neki 100 000 forinttal. És a bíró azt látja, hogy tényleg tartozik neki. De ugyanakkor ő nagyon-nagyon szegény, és adományt kellene adni neki. Erre azt mondja a bíró, tudod mit, inkább azt fogom mondani, hogy a gazdag fizessen ezt a 100 000 forintot a szegénynek, és így legalább jutott a szegény 100 000 forinthoz. Igazad, ez nem járt neki, de legalább legyen ez szudoku szempontjában. Erre azt mondjuk, hogy nem, a kicsit is a nagy nem szabad figyelembe venni a perben. Mert akinek jár, jár, akinek nem jár, nem jár, aztán külön lehet kérni adományt, és az ember annyit ad, amennyit akar, de ezt nem lehet kötelezni rá, és ezért megfordítani az ítéletet emiatt. Vagy fordítva, hogy hát nem illik megszégyeníteni ez a nagy gazdag embert, és erre inkább azt fogja mondani, neki van igaza, és halkan azt fogja mondani, neki kérem, ad neki a pénzt. Ez nem lehet, ki kell mondani a valódi ítélet. No, még sok minden másról van szó itt, aztán Mózes említi az egész kémeknek a története, hogy a zsidók nem hittek el, és aztán a vándorlásról szól. Szóval igazság az, hogy több rövid szabály van ebben a heti szakaszban, és sokat ismétel. Van itt egy érdekes dolog.
Az érdekes dolog az az, először mielőtt kezdünk itt általános beszélni, ez egy nagyon fontos dolog az, hogy Mózes beszél velük, és elmondja, milyen dolgok voltak, csináltak rosszul, és ezt javítani kell. Ez egy fontos elv a zsidóságban, mert ezt már Vajikra könyvben, Mózes harmadik könyvben olvasunk, az, hogy ugye van egy nagyon népszerű felfogás, ami úgy szól, él és élni hagy. Azt mondja, mindenki éljen a saját életet, ne szóljál bele. A zsidóság nem ért egyet ezzel az alapelvvel, hanem az embernek feladata, kötelezettsége szólni a másiknak, ha rosszul csinálja. És a célja ennek az, hogy az illető útmutatást kap, akkor javulni fog. És ezt azt jelenti a családon belül a szülőnek szólni kell a gyereknek, testvérek, barátok, szólni kell a másiknak, azt látom, hogy csinálni jól. Itt van egy érdekes dolog, az Alta Rebbe erről beszél a Tániában, a 32. fejezetben, és idézi azt az alapelvet, hogy a szó szerint az van írva, hogy szólni kell a barátodnak. A barátodnak. Most nagyon sokszor nem veszünk szó szerint a barát, hanem mindenkinek kell segíteni. Mindenkinek kell segíteni, mindenkire vonatkozik ilyen előírások. Ebben az esetben van az a vélemény, ami azt mondja, hogy tényleg csak egy barátnak, egy ismerősnek lehet őt kioktatni. Igen, hogy rosszul csinálod. Mert egy idegen embernek szólsz, te rosszul csinálod, akkor az élet azt mondja, te ismerem téged valahonnan, te miért zavarsz engem? És mivel a cél nem az idegesíteni a másikat, a cél, hogy az illető hallgasson az útmutatásra, nehézen elképzelhető, hogy egy idegen ember tényleg komolyan veszi. Ez talán egy nagyon nemes dolog, az ember képes elfogadni a kritikát még egy idegen embertől. Általában a kritikát azt egy picit szükség van egy kis puhításra, de nem tényleg elfogadjon a kritikát. A maga az, hogy ismerünk egymást, valamilyen szinten jóban vagyunk, az segít annak, hogy az ember tényleg képes legyen elfogadni amikor kioktatja. De mindenképpen az emberek mindig keresni kell a lehetőséget, hogy ha a másik ember csinál valamit rosszul, akkor szóljon neki. Egy ismerősem szólt nekem, hogy jelen volt, amikor a következő történt. Ez egy brooklyni zsinagógában volt, és volt ott valaki, aki állandóan dirigált. Te ezt csináld így, csináld úgy. No, volt egy ember, akinek ez nagyon nem tetszett, hogy állandóan az ember úgy érzi, hogy ő a világnak a rendőr, azt mondja, hogy keresi, hogy hol lehet szólni, mikor lehet szólni valakinek. No, mindenki tudja nagyon jól, az imában vannak olyan részek, ahol lehet ülni, sehol nincs olyan rész, ahol kell ülni, van olyan rész, ahol lehet ülni, és van olyan rész, ahol szoktak állni. Szoktak állni azt jelenti, mert olyan különleges résznek számít, és akkor különleges, fontos, akkor ilyenkor szoktunk állni. Az Amidánál, amikor elmondjuk a 18 áldás, akkor ott már kötelező állni. A többi résznél azt mondani, illik állni. Az a szokás, elő van írva, hogy ilyenkor kell állni. Na, ez az illető ülve maradt, amikor elmondta a tenger dalát. A reggeli imában minden nap elmondtak a tengeri dalat, amit a zsidók elmondtak, amikor kiszabadultak Egyiptomból. És a tenger ketté vált, átmentek,
és akkor erre nagyon örültek a zsidók, hogy láttak az egyiptomok, már nem fognak őket bántani, és elhangzott az a tenger dal, ami úgy kezdődik, az jasír Moshe uvne Iszrael. Na, az illető maradt ülve. Erre az a idézőjelben a rendőr, a zsinogó, gyorsan szól neki, ugye ilyenkor nem szabad megszakítani, zárójelben mondom, hogy egy nagyon fontos dolog, meg kell tanulni a zsinagógában, nem mindenhol szabad megszólalni és szabad beszélni. Van, ahol nem szabad megszakítani, és ilyenkor csak nu-a, és kézzel lába, de nem szavakkal nem szabad beszélni. És az illető szól neki, hogy álljon fel. Szól neki egyszer, szól neki kétszer, a végén azt mondja neki, és kezd kiabálni rá. Mond, te már kérdeztel engem, hogy van nekem, hogy amikor ima után hazamegyek, lesz miből reggelizni? Talán nincs is otthon semmi. Az nem érdekel téged? Csak azt érdekel téged, de a tenger dalánál állak, hogy ülök? Most, ugye, ha az ember ül, amikor állni kell, akkor általában valaki odaszól, az ember szívesen javít rajta, mert nem veszi olyan személyesen. De mindenképpen ez egy jó példa arra, hogy nem mindig az ember odaszól a másiknak, akkor szívesen elfogadja, ha te nem érdekel téged, hogy milyen vagyok, akkor miért érdekel téged, hogy mit csinálok. Én nem mondom, hogy ez helyes, az a helyes, amikor az ember képes mindenkitől a kritikát elfogadni. És idéztem már a héten valamelyik napi tanításban, ugye ez a kis videókat, amit kiküldem, amit az 5. Lubavitch Rebbe szokta mondani, szeress a kritikát, mert azt emelni fog téged magas szintre. Azt jelenti, akar tud az ember igazán haladni előre, amikor képes elfogadni a kritikát. Mert az, aki nem képes elfogadni a kritikát, nagyon sokszor másoktól nem fogja elfogadni a kritikát, de még saját magától sem. Azt jelenti, ő soha nem lesz képes elismerni, hogy hibázad, még akkor is, ha ő jön rá, hogy huppá, ezt rosszul csináltam. Nem, ez jó, ez így jó, úgy jó. És erre azt mondjuk, hogy a kritikát az embernek nem szabad legyen hiú, hanem el kell fogadni a kritikát. Nem azt kell nézni, ki szólt nekem, ez ismeres, vagy nem ez ismeres, szeret engem, vagy nem szeret engem. Ha igaza van, akkor érdemes javítani. Ez nagyon-nagyon fontos, mert a zsidóság azt mondja, az ember megszületett, és aztán egy életen át nem csak, hogy éli az életet, és minden nap ez az előző napnak az ismétlése, hanem a zsidóságnak az alapelve, amikor az ember éli az életet, akkor minden nap előre kell haladni. Amit tegnap még nem tudtam, ma megtanulom. Ha már megtanultam, holnap még többet tanulok. Ahogy tegnap még nem tudtam jól csinálni, ma már jobban csinálom. Holnap még jobban csinálom. Amit tegnap még egyáltalán nem csináltam, ma már belekezdem. Állandóan az embernek kell előre haladni, ugyanígy a cselekedetekben, ugyanígy a tanulásban, és ugyanígy a tulajdonságai is érzelmén. Azt jelenti, az embernek állandóan kell, hogy és a tánya majd le van írva, az emberek állandóan a nyers úgy kell elképzelni, hogy nyers állapotban született, és akkor állandóan javítani kell rajta, ameddig nagyon-nagyon szép lesz a végeredmény. És ezért nagyon fontos, hogy az emberek el kell fogadjon ezt el, ezt el kell ismerni, nem vagyok én tökéletes, de igyekezni kell a tökéletességre. Na, ez csak egy dolog, amit a heti szakaszban van, és ez nagyon fontos, mert ez általános hozzáállás. Az embernek állandóan haladni kell előre. Erre szoktak mondani, az ember soha nem veheti ki a szabadságot. De menjünk maga vissza az egész Mózes 5. könyvre. Az 5. könyv, az valójában, ez úgy is lehet mondani, hogy a Tórának nincs 5 könyve, hanem
kedves tanulótársak, osszátok videót, 27-en vagyunk. No, semmi. Azt lehet mondani, a Tórának nincs 5 könyve, hanem 4 plusz 1 könyv. 4 plusz 1 könyv, ez azt jelenti, Mózes első 4 könyve az egy fajta, a 5. könyv az egy másik fajta. Mit jelent a másik fajta? A 5. könyv az Mózes elmondja, hogy én csináltam, én mentem, én jöttem. Az első 4 könyvben az én, az az Istenre vonatkozik. Az 5. könyvben az én, az Mózesre vonatkozik. Ha az Istenről van szó, akkor odaszól neki, akkor az Isten, amikor az 5. könyvben az Istenről van szó, de van írva, Mózes azt mondja, Isten ezt mondta, és Isten azt mondta. Én jöttem, én mentem, én a Mózes, Isten pedig szólt, stb. Stb. A Talmud ez úgy fogalmazza meg, a Megillá traktátusban, Moisémi pi acmo amram. Ezt Mózes saját magából mondta, az első 4 könyvet elmondta az Isten szavát, az 5. könyvet a saját szavát mond el. Hogy kell ezt érteni? Tényleg a Mózes 5. könyve az nem egy isteni mű, hanem Mózesnak a műve? Természetesen, hogy nem. Erre rögtön a komment, a Talmud oldalán van a Tosafot kommentár, és rögtön azt mondja, Beruach HaKodesh. Beruach HaKodesh azt jelenti, hogy valami profécia által. Ami azt jelenti, hogy az 5. könyve az szinten ugyanolyan szent, mint az első 4 könyve. Maimonides azt mondja, hogy ha az ember egy versre, egy szóra, egy betűre azt mondja a Tórából, hogy ezt csak Mózes mondta, ő találta ki, és nem isteni, akkor kizárja magát a zsidóságból. És ez nem csak az első 4 könyvre vonatkozik, az 5. könyvre is. De ennek ellenére az 5. könyv Mózes saját szavaiban mondja, szemben az első 4 könyv. Most mi a különbség? Erre az a különbség, hogy az első négy könyvben mondja a Talmud azt a kifejezést, Shchina medaberet mitoch gronosel Moshe. A Shchina beszélt Mózes szájából. Azt hiszem, igazad Mózes kinyitotta a száját és beszélt, de valójában kinek a hanga jött ki a szájából, az Istennek a hangja. Ez mit jelent az Istennek a hangja? Hogy lényegében Mózes, az csak Mózes száján keresztül, Mózes hangján keresztül ment át, de olyan, mint az Isten beszélt volna, azt jelenti, Mózes nem saját eszével dolgozta fel, hanem az Isten mondta neki, és úgy adta tovább, mintha csak átment rajta, olyan, mint egy toll, ami ír, valójában ki ír, a toll ír, az embernek nincs tintája, a toll ír, de Mózes a tollon keresztül megy át, amit én szeretnék írni. Azt jelenti, hogy én írok a tollon keresztül, a toll nincs beleszólása, a toll nem dolgozza fel, amit én mondok, a toll nem gondolja végig, a toll nem változtatja meg a megfogalmazást. Ugye ma már vannak ezek az okos telefonok, amit az ember írja, és ez változik. Ugye, mert van az autocorrect, hogy javítja a szöveget. Ugye a toll az csak átadja úgy, ahogy van. Bizonyos az első 4 könyvben az Isten beszélt Mózeson keresztül, azt jelenti, mintha Mózes az csak egy toll volt, azt jelenti, átment Mózesen annélkül, hogy ő azt jelenti, hogy mint a Mózes nem lenne ott. Az 5. könyve már azt mondja Mózes proféciával, de azt már a saját eszével és a saját szavaiban mondja el. Miért? Miért van ez a különbség? Miért van ez a különbség? És mit jelent az, amikor Mózes a saját szavaiban dolgozza fel? Kevésbé szent? Nem. Ugyanolyan szent. És miért jobb ez így? A válasz erre az, hogy ugye beszéltünk, amikor szó volt a kémekről, ugye, hogy a sivatag és a szentföld között
nem csak az volt a különbség, amikor a sivatagban voltak, akkor más körülmények között éltek, és közben, amikor bejöttek Izraelbe, akkor jobb lettek a körülmények. Itt van egy óriási különbség, amikor a zsidók a sivatagban voltak, mint amikor voltak Izraelben. Amikor a sivatagban voltak, azt lehet mondani, hogy ők nem voltak benne a fizikai világban sok szempontból, ugyan nem dolgoztak, az étel készen jött az égből, az egész nap Tórát tanultak, Mózes volt a tanár, nem voltak mással elfoglalva. Amikor bejöttek Izraelbe, az olyan, mint oppa, hirtelen visszajöttek a fizikai világban. Ott dolgoztak, főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, és nem tudtak egész nap ülni a tanházban és a zsinagógában is tanulni, hanem dolgozni kellett, stb. Tanulás is volt, reggel, este és a szabad időben, ezt teljesen másképpen éltek a mindennapokat, mint a sivatagban. És akkor erről beszéltünk, hogy a kémek nem akartak megtartani és ott maradni ezen a magas szinten, a sivatagi életet akartak megtartani. Most valójában a négy könyv és az ötödik könyv között szintén ez a különbség. Az első négy könyv, az, akkor Mózes, ez egy magasabb szint, az Mózesen keresztül jön át Istennek a szó, úgy, hogy csak átmegy rajta, ugyanúgy, mint átment volna a tolon keresztül. Az ötödik könyvben már így lejövünk a fizikai világban, és ott már Mózes feldolgozza, szerintem megérti Isten szavát, és elmondja a saját szavaiban. Ezért van az a különbség, az első négy könyvben, amikor az van írva, hogy én, az nem Mózes. Hiába Mózes mondja azt a szót, hogy én, de magától értető, hogy ez nem ő mondja, az Isten mondja. Az ötödik könyvben az én, az már én vagyok. Itt már Mózes beszél, mert ez lényegében a következő lépés. Ugye, ahogy beszéltünk, hogy a kémek hibáztak, mert a zsidóságnak a célja az, hogy az isteni szentséget lehozni a mindennapokhoz a fizikai világban. És ezért nagyon fontos a sivatagban tartózkodni 40 éven keresztül, és tanulni Mózestől úgy, hogy közben a mana hullik minden nap, és nincs más feladatuk, mert akkor tudnak igazán beszívni magukban sok szentséget, de utána ezzel a szentséggel tovább kell menni, és levinni a mindennapokban. Hasonlóképpen itt van maga a Tórában is, van történtett változás. Az első négy könyv az Isten szava úgy, ahogy van az ötödik könyv, már Mózes leviszi a saját emberi szinten. Innentől kezdve van egy olyan különleges dolog, hogy Mózes gondolkodik, de ugyanakkor Mózes azt mondja, amit az Isten diktált neki. Ez egy nagyon-nagyon ez egy új helyzet, lehet, hogy az ember úgy érzi, az első négy könyve a szentebb volt, különlegesebb volt, mert egyenesen szűrő nélkül megkaptunk Istennek a Isten szavát. Az ötödik könyve át a Mózesen keresztül, de ez a különleges, hogy Mózesen keresztül megkaptunk az, amit az Isten mondott, mert ez Mózesnak a szintje, hogy ő képes a saját szavaiban és saját eszével feldolgozni, és egyben átadni, amit az Isten mondott neki. És lényegében itt van a Tóranak a fejlődése. Mert ugye 40 év után, Mózes után az Isten azt mondta, hogy lezárom a Tórát, olvasd, jövő heti szakaszban azt fogunk olvasni, hogy a Tórához nem lehet hozzáadni, nem lehet levenni a Tórából, a Tóra nem változik, igen, az Isten lezárja a Tórát Mózessal. De ugyanakkor kezdődik a Tóranak az értelmezése és magyarázása, minden szóval próbálnak következtetni újabb és újabb halakákra. Ez ember tanul Talmudot, azt látja, hogy a bölcsek érvelnek, pró vagy kontra, és jutnak egy konklúzióhoz.
erre azt mondja, ó, akkor ezek emberi törvények, és erre az a válasz, igazad emberi törvények, ez saját eszükkel próbáltak ezt feldolgozni, de ez is egy olyan, mint egy profécia, ugye ezt úgy dolgoztak fel a Tórát, és magyaráztak a meglévő isteni útmutatások alapján, úgy próbáltak magyarázni, ugye, hogy tényleg koncentráltak az igazi tartalomra, és nem, hogy fog ez jobban tetszeni, hogy lesz ez kényelmesebb nekem. Ami lényegében azt jelenti, hogy a Talmud, és ugyanígy az összes többi kommentár, amit rabbiaink, bölcseink írtak, az egyik oldalról a saját szavaiban, a saját eszükkel feldolgoztak, a másik oldal az mind profécia, az mind isteni tanítás ez. És akkor nem jöhet az ember, és azt mondja, ó, akkor én nem szeretném, én másképpen szeretném magyarázni, mint az, amit a Talmudban, az nem lehet. Mert amit a Talmudban le van írva, az lényegében Isten szava. De nem úgy Isten szava, hogy Mózes első 4 könyvben jön, hanem úgy Isten szava, hogy az 5. könyvben van, az Isten Mózesen keresztül, és a bölcseken keresztül küldi az Isten az ő tanítása. Hol van ez leírva, ez a gondolat, amit előbb olvastunk, amikor ítélet van, amikor peres, amikor dintajra van. Dintajra azt jelenti, amikor per a rabinátusi bíróságon. Amikor dintajra van, az ember azt mondja, tessék, jön egy alperes és egy felperes, 3 rabbi előtt, és a 3 rabbi ítélkezik. De kinek az ítélete ez? A 3 rabbi, ők döntetek itt. Erre azt mondja a Tóra, mert az ítélet az az Istené. Ami azt jelenti, hogy nagyon érdekes helyzet. Egyik oldalon van itt 3 ember, 3 rabbi. Ő figyelte az alperesnek a mondani valóját, és a felperesnek a mondani valóját, és közben ők mérlegeltek a halacha alapján jutottak egy konklúzióhoz, és utána azt mondja, az ítélet ez az Istené. Mert az Isten ott van a rabik eszükben, Isten lényegében a felelős itt mindenért. Ez egy nagyon különleges helyzet. Az egyik oldalon Mózes mondja, a bölcsek mondják, de a másik oldalon ez mind Isten szava. És lényegében ezért az összes könyv, a Talmud kommentárja, a Shulchan Aruch, a törvénykönyv és minden, az mind szent. Mit jelent ez mind szent? Mert ez mind az Istennek a Tórája, amit a rabik feldolgozták, és a rabik gondolataink keresztül jött elő. Miért? Mert ők képesek voltak félretenni a saját akaratukat, és amikor ők amikor a Tórát magyaráznak, a törvényt magyaráznak, csak a törvény, csak az Isten akarat az a fontos, és így képesek eljutni az Isten akaratához. És akkor természetesen a mai ember, aminek nem tetszik neki a törvény, szeretne belejavítani, az nem lehetséges. Nem tudja azt mondani, a talmudi bölcsök ezt csináltak. Nem ezt csináltak. A talmudi bölcsök a törvényt dolgoztak fel, és nem próbáltak a saját akaratukat beleépíteni a Tórában. Szóval lényegében Mózes 5. könyvével ez egy következő lépés. Ugye első dolog volt a Tóraadás, Isten lejött Sinai hegyre, és akkor létrejött a kapcsolat a fizikai, a világgal, a micvák, a fizikai tárgyakat kell teljesíteni. Az első 4 könyvben Mózes mondja úgy, mint Sinai beszél az ő szájával. Következő lépés, hogy már a Mózes saját szavaiban mondja, mind az, amit az Isten elmondott neki, Beruach HaKodesh. Azt is olvasunk, hogy Mózes kezdte magyarázni, ha én ma is a bájeresz a tajra az ajsz,
az ötödik versben, hogy Mózes kezdi magyarázni a Tórát. Azt mondjuk, kezdi magyarázni a Tórát, erre azt mondjuk, hogy mondja a Rashi, idézi a Midrásból, 70 nyelvre fordítatta le. És erre felmerül a kérdés, kinek fordítatta le? Ugye épp tegnap is szó volt erről, mert valaki feltette a kérdést. Azt hiszem, Bálint tette fel a kérdést tegnap. Azt kérdezte, hogy mit jelent, hogy Mózes lefordította a Tórát 70 nyelvre. De kinek fordította le? Ugye a zsidók nem tudtak héberül? Az ki van zárva? Hát Mózes, ott voltak Szinei hegyen, az Isten mondta a 10 parancsolatot, Mózes tanította őket. Sehol nem olvasunk az, hogy Mózes eddig is fordított, ezek szerint eddig csak héberül beszél velük. Akkor most miért hirtelen kezd nekik fordítani? 40 év alatt valami változott, hogy hirtelen szükség volt fordításra? Aztán még kiegészítettem a kérdést tegnap az órán, mondom, ezt írásba fordította? Hol van, sehol nincs írva, hogy Mózes ezt leírta volna a könyvben. Ha nem írta le, akkor kinek fordította? Erre olvastam ma a Lubavitcher Rebbenek egy magyarázata, azt mondja a Rebbe, hogy igaz, a zsidók tudtak héberül. De szükség volt arra, hogy a Tóra jusson el a 70 nyelvben is. Azt mondja a Rebbe, ugye, miről van szó itt? Hol állunk itt a történetben? Történetben azt állunk, a zsidók vándoroltak a sivatagban 40 évig, a Jordán ezen az oldalon már vannak, és most pedig a készülnek átmenni a Jordán másik oldalára, és elfoglalni Izraelt, és ott letelepedni. Most minden dolog, ami történik, ugye ez egy nagyon fontos kabbalisztikus alapelv, hogy minden dolog, ami történik ebben a világban, az valójában a tükörképe, mint az, ami történik a spirituális világokban. Ugye ezt ismerünk a kabbalának, az Istennek le kellett ereszkednie, ugye a 10 szférán keresztül, illetve 4 világban, és minden világban, a további 10 szférában, mert mindig alacsonyabb és alacsonyabb szintre, meddig eljutott a fizikai világhoz. Minden, ami történik, először történik a spirituális világban, és aztán először történik a spirituális világban, aztán pedig ebben a fizikai világban. Most, mielőtt a zsidók átmennek, elhagyják a sivatagot, és átmennek Izraelbe, és akar elfoglalni Izraelt, és Izraelbe ott laknak más népek, először kellett az, hogy a zsidók menjenek be a más területre, mert akkor tudnak fizikailag oda menni a Jordán másik oldalára is. Erre azt mondja Rebbe, erre volt szükség, hogy először átvinni a Tórát a 70 nyelvben. A 70 nyelv az a 70 népet szimbolizál, az a terület, ami nem a zsidók terület, a zsidóknak a területe az a héber, a 70 nyelvnek a területe az más-más, a 70 nyelv az más-más terület. Abban a percben, amikor a Tóra le van fordított 70 nyelvre, akkor utána, ez azt jelenti, hogy a zsidók már elhagynak a hébert, és mennek tovább. És akkor ugyanígy, most már el tudnak hagyni a sivatagot, és bemenni Izraelbe, és elfoglalni azt a helyet. Mert először a Tórán keresztül történik meg, mikor elfoglalnak mást, és utána pedig fizikailag megkapják a Szent Földet az Istentől, bemennek, és az Isten nekik, a zsidó népnek adja a Tórát. Szintén a héten a valamelyik napi tanításban beszéltem a
Na. Elnézést kérek, nem tudom, mi történt, régen fordult elő a cég kapcsolt, de hát ez történt most. Térünk vissza a témához, ugye kezdtünk beszélni a fordításról. És akkor épp a héten, valamelyik napi tanításban beszéltem is a fordításról, hogy milyen különleges dolog. Érdemes erről pár szót mondani róla. Voltak olyan bölcsek, akik nem nagyon örültek, vannak olyan rabbik, akik nem nagyon örültek a fordításoknak. Például az egyik rabbi, ez a magyar származási rabbi, Ungváról származik, most élt sok éven keresztül New Yorkban, most már nem él. Ő azt mondta, talán egy kicsit cinikusan, azt mondta, nézzetek csak meg, annyi könyv van a zsidóságban, a rabinikus irodalom olyan nagy, azt nem lehet mind lefordítani. Azt mondja, egyszerűbb megtanítani az embereket jól héberül, mint fordítani a könyveket, mert így se lehet mindent lefordítani. Természetesen ebben van igazság, ha az ember megtanul héberül, akkor biztos, hogy sokkal több, sokkal nagyobb a választék, és mindenhez lesz hozzáférése, de más rabik azt mondták, hogy igaz, hogy jobb lenne, ha mindenki megtanulni héberül, de addigra is nem szabad az, hogy a tóra legyen elzárva azok elől, akik nem tudnak héberül. Az én déd nagyanyámnak a bátyja, Grünwald Mózes Huszti rabbi volt, és ő neki nagyon, ő is az a közül volt, hogy nem nagyon tetszett neki ez a sok fordítás. Neki az volt egy olyan elképzés, azt mondta, fordítsuk le, de héber betűkkel. Vagyis írjuk le mondjuk magyarul, vagy angolul, vagy franciául, a tartalma magyarul legyen, de a betűk legyenek héber betűk. Így legalább az zsidósabb. Természetesen ez nem egy nagyon reális dolog, hogy kezdjük írni magyarul héber betűken, és az, aki nem tud héberről olvasni, akkor fogja olvasni magyar nyelven héber betűken. Ez nem reális, mert pont az a dolog lényege, ne zárjuk el a tórát azok elől, akik nem tudnak még héberről. A nyelv ne legyen az akadály, az az ember tudjon haladni a zsidóságban. De ez az egyik magyarázat, ami írva van, miért fordította le Mózes 70 nyelvre. Pont azért, mert azt mondta Mózes, hogy azzal, hogy lefordítja a 70 nyelvre, ezzel lényegében az jött létre, hogy a Tórát más nyelven is el lehet mondani. Akkor igazad ma még Mózes idejében nem volt szükség a fordításra, de mindenképpen Mózes tette az első lépést, az áttörést, az Mózestől származik, és utána pedig már amikor szükség lesz rá, akkor majd fordítják. Ugye Mózes idejében ugye nem kellett semmi más nyelvre, de amikor szükség van, például ma Magyarországon, akkor magyarul kell fordítani. És így fordította le 70 nyelvre. Érdemes említeni azt a történet, ami történt nagyon-nagyon jó barátunkkal, Naftali Krausszal, gondolom mindenki ismeri, ugye 24 kötetet írt a ősi forrás sorozatában, és egyszer volt, amikor eljött a Rebbehez, a Lubavitchi Rebbehez, és vitte magával, ami akar új könyv volt, akkor jelent meg, az ős, nem az ősi forrás, a zsidónak lenni, ugye Haim Daninnak a könyve. És odaadta a Rebbének, és azt mondta a Rebbének, idisül, ez a könyv most jelent meg, itt a zsidóságról van szó, ez egy kis ilyen Shulchan Aruch útmutatás, és adja a Rebbének a könyvet. Erre azt mondja a Rebbe neki, igen, de én nem tudok magyarul.
Erre azt mondja Naftali, igen, de az ottani zsidók talán nagy részük csak magyarul tud. Erre azt mondja Rebbe, természetesen. Még azt mondtam, nem tudok magyarul, nem kritizáltam a projektet, azt mondta, én nem fogok tudni használni ezt a könyvet. Tehát nagyon fontos ez a munka fordítani a zsidó irodalom, a rabinikus irodalomnak a könyvet, a halachát és más nyelvre. És itt a Rebbe érdekes mondatot mond, azt mondja, a magyar nyelv az biztos a 70 nyelv egyike. Ugye, mert a Midrásban, a Talmudban mindig szó van 70 nyelvre. 70 nyelvről. Itt is Mózes lefordította 70 nyelvre. És erre azt szokták mondani, mit jelent 70 nyelv, a sokkal több nyelv, mint 70. Erre azt szokták mondani, nyelv családok. De mindenképpen azt mondani, hogy magyarul, a magyar nyelv az a 70 nyelv között van, ami azt mondja, hogy ez olyan régi, olyan ősi, az egy érdekes dolog. Ezért nem gondolom, hogy szó szerint erre gondolt, az eredeti 70 nyelvnek valamelyike, de arra gondolt, hogy figyel, akarta használni a fogalmat, ez 70 nyelv. Azt jelenti,